Iponyod város önkormányzatának nevében köszöntök mindenkit az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 67. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségünkön. Kérem, énekeljük el közösen a himnuszt. Tisztelt polgármester úr, kedves képviselőtársaim, tisztelt intézményvezető asszonyok és urak, igazgató asszonyok és urak, kedves emlékező fonyódiak. Először is engedjék meg, hogy megjegyezzem azt, hogy jó egy olyan közösségben élni itt Fonyódon, ahol ennyien énekeljük a himnuszt egy nemzeti ünnepünkön. Fonyódváros önkormányzatának nevében nagy szeretettel köszöntöm Önöket az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulóján. Külön tisztelettel köszöntöm a Siófoki Szakképzési Centrum, Bacsák György Technikum és Szakképzőiskola diákjait, pedagógusait, akik velünk együtt emlékeznek a mai napon. A szabadság titka a bátorság. Nem patika mérlegen kiporciózható erény. Valaki vagy bátor, vagy gyáva. Hogy kik is vagyunk valójában, akkor mutatkozik meg, amikor eljön a próbatétel ideje. Bennünket, bennünk magyarokban a bátorság és a józan ész jól megfér egymás mellett. Sohasem vágytunk olyan szerepre, amely meghaladja az erőnket, és nem szoktuk olyan fába vágni a fejszénket, mely utána a fejünkre dől. Mégis, talán a földrajzi fekvés teszi, minden 30-40 évben Európa jövőjéről szóló viták fősodorba löknek bennünket. Egyszer sem kértük ezt a feladatot, a történelem hozta így, a sors mérte ki ránk. Mi csak annyit tettünk, hogy nem futottunk el, nem hátráltunk meg, hanem teljesítettük a kötelességünket. Ez történt 1956-ban is. Az 1956-os forradalom és szabadságharc a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Nem mítosz, hanem európai történelem, amelyben a magyarság kijelölte saját nemzeti kereteit és helyét a kontinensen, valamint a nagyvilágban. A békés diák megmozdulásként induló demonstráció óráról órára radikalizálódott, és estére már több százezres tömeg követelte a szovjet csapatok kivonását, valamint a sztálinista magyar vezetés leváltását. Miután az állami rádió épület előtt a fegyverek is eldördültek, az indulatok elszabadultak.
Sokan jutottak fegyverhez, és szerte a városban fegyveres csoportok alakultak. Október 28-án úgy látszott, hogy győzött a forradalom, és a szovjet csapatok megkezdték a kivonulásokat az országból. November 4-én hajnalban azonban az ország egész területén megindult a korábbinál nagyobb haderővel a szovjet támadás. Az aránytalanul nagy túlerővel szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott hősi forradalma végül november 11-én bukott el. A harcokban 2600 magyar állampolgár esett el, és a forradalom következményeként 200 ezer honfitársunk hagyta el az országot. A kéthetes forradalom és szabadságharc a mai napig táplál minket, a szabadságról és szuverenitásról alkotott elképzeléseinket és álmainkat egyaránt. Tisztelt megemlékezők! Miközben Budapest utcáin még dübörögtek a tankok és a szovjet elnyomók elleni egyenlőtlen küzdelem már temérdek áldozatot követelt, addig a magyar vízilabda válogatott 1956. december 6-án a Melbourne-i olimpián lényegesen kiegyenlítette viszonyok között, 7-7 ellen legyűrte Szovjetuniót. A Melbourne-i olimpiai vízilabda torna 6-os döntőjében 67 évvel ezelőtt, 1956. december 6-án rendezett mérkőzést Melbourne-i vérfürdő néven is emlegetik a krónikák. A híradások és visszaemlékezések szerint 1956. december 6-án felfokozott hangulatú mérkőzés zajlott a Melbourne-i uszodában. A magyar forradalom véres eltiprása táplálta hangulathoz nem csupán a távoli kontinensre emigrált magyarok, hanem az ausztrálok is nagyban hozzájárultak. A 6000-es nézőtérre bezsúfolódó 8000 szurkoló iszonyatos erői buzdítása szárnyakat adott a magyar válogatottnak, megbénította a szovjeteket, és hatalmába kerítette a játékvezetőket is. Az uszoda katlanná változott, a tribünön egy gombos tűt sem lehetett leejteni. A negyedik magyar gólt követően, ekkor a szovjetek még egyet sem lőttek, Valentin Prokokov nem bírta tűrtőztetni magát, és a sporthoz, egy sportolóhoz méltatlanul lekönyökölte a magyar Zádori Ervint. A kiömlő vér azonnal pirosra festette az uszoda vizét. A lelátón egy szempillantás alatt nincs hangulat alakult ki, többen is a medencébe ugrottak. A bíró érezte, hogy akár nagyba is történhet, de nem merte lefújni a mérkőzést. Valaki azonban a zsűriben egy perccel a meccs hivatalos lefújás előtt bekiáltotta, vége a meccsnek, a magyarok nyertek. A vérző arcú magyar játékos fotója rögtön bejárta a világsajtót, és a magyar forradalom hősies ellenállásának szimbólumává vált. A magyar válogatott pedig másnap este legyőzte egyik, ha nem a legnagyobb ellenfelét, Jugoszláviát, és hatalmas fölénnyel megnyerte a Melbourne-i olimpiai vízilabda tornát. Magyarország a medencében vágott vissza a forradalom eltiprásáért. Ezt az eseményt dolgozza fel a Szabadság szerelem című filmdráma, mely filmnek címe az idén 200 éve született Petőfi Sándor egyik versének a címe, és egyben Petőfi arsz poétikája is. Tisztelt ünneplők! Ha hazánk nem szabad, mi sem lehetünk azok. Egyedül, legfeljebb magányos lehet az ember, de szabad soha. Köddé vált népek sorsa figyelmeztet, ha egy nemzet feladja függetlenségét, bármikor visszasüllyedhet egyszerű nemzetiségé. A szovjet birodalomnak is azért akadtunk meg a torkán, azért tört belénk a foga, mert ragaszkodtunk nemzeti eszméinkhez, összefogtunk és nem adtuk fel hazaszeretetünket. Ezért nem fogadhatjuk el azt sem, hogy a mi közös otthonunkat az Európai Unió jelenleg modernkori birodalommá alakítsa. Az 56-os szabadságharc örököseiként nem fogadhatjuk el, hogy Európa elvágja azokat a gyökereket, amelyek valaha nagyját tették, és ha kell, ezerszer és ezerszer is a tudtukra hozzuk, hogy nincs szabad, erős, tekintélyes és tiszteletre méltó Európa a nemzetek értető ereje nélkül. Tisztelt ünneplők, kedves megemlékezők!
Ne felejtjük el, 1956 volt eddig az utolsó olyan fegyveres szabadságharc, amely hazánk területén zajlott. A hősök előtti főhajtás kötelezettséggel is jár, a tiszteletadás és a szabadságvágy tovább örökítése mellett a jelen számvetésének kötelezettségével is. Október 23-a ugyanis ráébreszt minket, hogy a lyukas zászló erdején át a múltba tekintve, de a jövő felé fordulva megvizsgáljuk, hogyan is állunk. Jelenkorban a feladatunk a nemzeti egység megteremtésének lehetősége, az idegen befolyás elleni mindenkori és állhatatos küzdelem, és a magyar érdekek mindenkori önfeláldozó képviselete tüzön, vizen, ha kell, barikádon át. És ha már a jelen, bizony van sok dolog, amiben nagyon jól állunk, amire büszkék lehetünk. Engedjenek meg itt egy rövid idézetet. Különleges bölcsőbe születtünk. Megkaptuk a magyar nyelvet, a magyar észjárást, belenevelődtünk a magyar kultúrába, hitbe, szabadságszeretetbe, ez az örökség inspirál, találékonyságra késztet bennünket. Ne hagyjuk magunkat eltéríteni, járjuk tovább az utat. Tegyünk meg mindent, mert ez Magyarország jövője. Nos, ezeket a mondatokat Karikó Katalin orvosi Nobel-díjas magyar kutató mondta az idei magyar Nobel-díjasok tiszteletére rendezett díszvacsorán a Sándor palotában. Igen, jogos a többes szám Nobel-díjasok, hiszen Karikó Katalin mellett Krausz Ferenc is Nobel-díjazott lett, ő a fizikai Nobel-díjat veheti majd át. Karikó Katalin és Krausz Ferenc is évtizedek óta külföldön él és kutat, de mindketten ezer és ezer szállal kötődnek szülőhazájukhoz, megtartották állampolgárságukat, szoros szakmai kapcsolatot tartanak fenn hazai kutatóhelyekkel, és gyakran járnak haza Magyarországra. Mindketten megmaradtak szolnoki, illetve móri születésű magyar embereknek egyértelmű identitással. Olyan dolgok történnek napjainkban, kedves Fonyódi, a kedves jelenlévők, aminek minden jóízlésű magyar bizony örülni tud. Magyar virtus, betyáros győzelem a fociban, Ferenc pápa fogadása a fonyódi kishuszárokkal a Sándor palotában, Veszprém és a Bakony-Balaton régió Európa kulturális fővárosa 2023-ban, két magyar Nobel-díjas tudós, amivel összesen már 16 magyar Nobel-díjazottról beszélhetünk a történelem során. Mi, akik ma itt vagyunk, sok mindent kaptunk örökül, Árpádtól a hazánkat, Szent Istvántól a hitünket, Dobótól, Kossuthtól, Wittner Máriától a szabadságunkat, Petőfitől, Aranytól, Karintitól a gyönyörű nyelvünket, Széchenyitől nagyságot, Deáktól pedig bölcsességet. Ez a magyarság kivételes teljesítménye, amihez hasonlót nem találunk a világtörténelemben. Becsüljük meg az értékeinket, és vigyázzunk értékeinkre. Köszönöm, hogy meghallgattak. Fogadják szeretettel a Siófoki Szakképzési Centrum Bacsák György Technikum és Szakképzőiskola 10. T osztályos diákjainak ünnepi műsorát, amelyet Grükné Krekovics Gabriella és Varga Hivert tanárok állítottak össze. Évek suhannak, századok szállnak, tovább tűnt tegnap, üzen a mának. Előttünk jártak, rég célhoz értek, hitvalló ősök, emléke ébred. Most eljött számunkra az emléke.
emlékezés napja, mikor szárva szökkent hősök áldozatja. Sírjaikon fényes, piros lángok égnek, melyek hősetekről, pesti srácokról legendát regélnek. Hála a kegyelem örök Istenének, hogy a fénylő gyertyák már szabadon égnek. Születtél meg újra. Három nagy éjszakán vad álmodörgésben. Melyik nép írta fel mostanában nevét, így, hogy aranyat adott kezében Isten újja? És mely nép beszélt, így önmaga nevében, mint angyal, mikor a harsonáját fújja? Bús igájának fájára írja hát, és mint annyiszor a megsárgult ezer évben, vérrel és vassal tanítja zsarnokat. 1945. áprilisában véget ért a II. Világháború. A romokban hevárt. A magyar nép óriási erővel látott hozzá a haza újjáépítéséhez. Az országot megszálló szovjet csapatok segítségével azonban olyan emberek kerültek hatalomra, akik rútul becsapták a népet. Függetlenséget, szabadságot, jólétet hirdettek, de valójában zsarnokság nyomorította a népet. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben. Ott zsarnokság van. Az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában. Abban, ahogy a gyermek idegennek feleked. Tányérban és pohárban. Az ott van, az orvon szájban. Hidegben és homályban. Szabadban és szobában. Az elégedetlenség, az elkeseredés, a szabadságvágy az ifjúság körében váltott ki először nyilvános szervezkedést. Az egyetemisták 16 pontban foglalták össze követeléseiket. Néhány közülük. Követeljük a szovjet csapatok azonnali kivonását! Új kormányt Nagy Imre vezetésével. Bűnös vezetők leváltását és bíróság elé állítását. Szabad többpárti választásokat. Teljes vélemény, szólás és sajtószabadságot. A Kossuth címer visszaállítását. Március 15-e nemzeti ünnepé. Október 6-a nemzeti gyásznappá nyilvánítását. Thank you.
visszalépni nem lehet. Az ifjúság acél szíve a forróságtól megrepett. Döntsd el, magyar, döntsd el, diák, és fonjuk lánccá a kezünk. Döntsd el, ki érsz itt a honban, velünk jössz-e, vagy ellenünk? Ébredj, magyar! Ma aludni gyalázat! Van gondok szerep! Jöjjen közénk égő szívvel, s emeld fel büszkén a fejed! Birka fejjel gyávák járnak! Napba néző a mi szemünk! Ne várj tovább! Ma határoz! Velünk jössz-e, vagy ellenünk? Felgyújtottuk szíveinket, szemünkben villámfény lobog. Hozzátok szólunk fásult falvak, ébredő magyar városok. Mi lettünk ma a vérkeringés, új indulókat fel a szívünk. Tudni akarjuk még ma. Tudni! Ki van velünk és ellenünk. Utódai a mártíroknak, mi döntsük el a holnapunk. Bitófák nyőnek virágok közt, ha nem merünk, ha hallgatunk. Ki éretik a lelkeinket, férgek marják az életünk. Holnap késő már. Ma kiáltson! Ki van velünk és ellenünk. A diákok 1956. október 23-ára tüntetést terveztek Budapesten. A tömeg délután a Petőfi szobortól a Margit hídon át a Bem térre vonult. Itt sok nemzeti színű zászlóból kivágták a sztálinista címet. A parlament előtt már 100 000-es tömeg követelte Nagy Imrét a kormányba. Piros a vér a Pesti utcán, eső esik és elveri, mossa a vért, de megmaradnak a Pesti utca kövein. Piros a vér a Pesti utcán, munkások, ifjak vére folyt, a három színlobogók mellé tegyetek ki gyászlobogót. Másnap, 24-én reggel, szovjet tankcsapatok vonultak a Budapestre, a felkelés elfolytására.
A főváros számos pontján fegyveres ellenállók vették fel a harcot. A megfélemlítésnek szánt szovjet vonatkozás kudarcot vallott. Nagy Imre miniszterelnök a forradalom oldalára állt, és nemzeti demokratikus mozgalomnak nyilvánította a megmozdulásokat. Újra a Kossuth címer lett a hivatalos állami jelkép. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. És ha százszor tudtak bátrak lenni, százszor bátra, s viharvertek. November 1-ére országszerte megszűntek a harcok. Magyarország ezen a napon kilépett a Varsói szerződésből, és semleges államnak nyilvánította magát. Néhány napra szabad ország lettünk. Ez volt hited a szent, a nagy eszme, te sokat vádolt ifjúság. Ezért nyílott ki meleg véred, mint frissen bomló rózsáág. Fent lobogsz már a csillagokban, s örök fényeddel üzened. Örökké él a hősök népe, örökké él majd nemzeted. 1956. november 4-én, vasárnap hajnalban megindult az elsőkről erejű szovjet támadás a magyar forradalom eltiprására. 5 óra 20 perckor a Szabad Kossuth Rádióban hangzott el Nagy Imrének népéhez intézett utolsó szózata. Nagy Imre neki a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak külvárosunk ellen, ezzel nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormányban helyén van. Ez közben az ország gyűjtővel és a világ közvéleményével. A túlerő egy hét alatt felszámolta az ellenállást. A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha sehol, még közvetve sem, igazoljuk a gyilkosokat. Nehéz minélkünk méltónak lenni, ennyi álszak. Hisszük, hogy valami bontakozik a világban, párhuzamosan az ellenmondás és a halál erőivel, amelyek elhamályosítják a történelmet, bontakozik az élet és meggyőzésre, az emberi felemelkedés hatalmas mozgalma, melyet kultúrának nevezünk, és amely a szabad alkotás és a szabad munkatermék. Áldottak az özvegyek, kik a holtapák puskáját a fiak kezébe adták. A műhelyben a helyükre álltak és a mezőkre mentek. Az ózsdi tűzhely általuk parázslik fel újra, s a fiatal búza beélik az olajfák árnya mellett. Áldottak a gyerekek, ki búgó csigáikat sarokba téve rohantak tankok ellen, s utolsó sóhajukkal anyukat hívták és a hazát. Általuk szállnak vissza a lepkék, és elég a lég, s vígnevetés feskéi ébrezgetik a rétvirágját. Áldottak a diákok, kik zsongó iskolákból az utcára rohantak, zsebükben történre cserélve át a ceruzákat. A madarak átkozzák vissza a napok virágát, a nyíló körtefákon meg a tavasz fehér ruhát kap. Áldottak a munkások, kik testükkel harcolták meg az utca harcát, és az ismeretlen szabadságot a porból kiáltva hívták. Értük a gyárkémények ajkán új zsoltárok fakadnak, és a házak ablakán, mint napsütőszakaság. Áldottak az öregek, kik merészebbek és bátrabbak voltak a fiataloknál, géppisztoly kellen mellünk falvát emelve, általuk körészedik majd nagyapák az unokákat, olcsó pipájuk kereken szálló füstjén merengve. Áldott légy Budapest, lerombolt falaiddal, megcsonkított szobraiddal, széttört hídjaiddal és földre sújtott tornyaiddal. Áldott légy Budapest, gyászodban, megkézatásodban,
szivárgó sebeikben, mert csorgó véred lemossa földünk gyalázatát, s halottaink nyomában biztos lábaddal indul a szabadság.